Az Attraktor mai adásában a C17-es Globemaster teszteljük. A gépre viszont csak én férek fel, úgyhogy el is indulok Feri jegyre. Én meg ezzel megyek utánatok Pápára, meglátjuk, hogy melyikünk ér előbb oda. Ez a belföldi légi közlekedés egyik hátránya, hogy amíg elér az ember a reptérig, az több idő, mint maga a repülés. Hát lehet, hogy végül a Csaba ér le hamarabb, hogyha ő ugye nem arra ment, amerre mi Ferihegy felé. Lehet, hogy arra nincs ekkora dugó. Az emberek általában izgulnak repülés előtt, de ha van gép, ami alaposan fel van készítve, az ez, hiszen ott az amerikai nagykövet. A Globemaster az körülbelül ugye 900 km tud megtenni egy óra alatt, ami azt jelenti, hogy ezt a 160-at megteszi 15 perc alatt, de hát ugye nem végig maximális sebességgel repül, meg mi is nyomjuk a gázt, plusz Dávidnak még ki is kellett érni a reptére, úgyhogy simán lehet, hogy egyszerre érkezünk. Nyissam ki! Tegyem a fejemre. Mi a fene ez? Miért kell a fejemre tenni? De komolyan, milyen? Valami, amit a fejemre kell húznom, hogyha nagy baj van. Nem ül mögöttem senki, mégsem tudom hátra dönteni az ülést. Attól, hogy nincsenek ablakok, ettől ugye a mozgásunk is kicsit bizonytalanabbá vált, pedig pont úgy mozog ez a gép, mint egy sima utasszállító, viszont van egy csapda, nem szabad ezekre a görgőkre lépni, mert ezek elképesztően könnyen megpördülnek, úgyhogy nagyon könnyen hanyat lehet esni. Igen, szűk keresztmetszetet jelent, hogy a magyar autópályák a legfeljebb 130 km per órával lehet haladni. A közutakon meg 90-nel. RTL-nek nagyon komoly kamerái vannak. Na már itt vagyunk a támaszponton, kis adminisztráció, és a gép még sehol. Bekötöttük magunkat, jöhet a landolás? Megszereztük ezt, meg ezt, ami a belépéshez kellett ide a támaszpontra, és... és ott száll le a gép! Lehet fogadásokat kötni, hogy mikor ér. Na, most! Welcome to Palmer Airbag, Palmer Heavy Airplane. You can please stay in your seats with your seatbelt fastened. And tell me to a full stop. Thank you. Nem tudom, hogy jártam-e valaha Pápán, de minden esetben most nagyon teátrálisan érkezem. Köpörgetni a kukunk biznisz valahol, ez rohadt büdös. A C17-est a 80-as években kezdték el fejleszteni, sok egyéb mellett azért, hogy leváltsák a C-130-as Herkuleseket. Ezeket mindenki ismeri a különböző vietnámi filmekből, ugye ezeket szokták lelőni a földművelő parasztok egy sima vadászpuskával. A fejlesztésben viszont egy csomó probléma adódott, például a légierő elvárta, hogy a gépek a maximális terhelés 150%-át is kibírják, hát ezt nagyon sokáig nem tudták teljesíteni, 100 milliókat kellett még a fejlesztésre költeni miatt. Tegyük hozzá, hogy egyre jobban felfutott a gyártás, mert hogy rájöttek, hogy ez valójában egy tök jó gép, így mára már csak 218 millió dollárt kell fizetnünk egyetlen példányért, ami rongyos 40-50 milliárd forint. És a gyártást többször le is akarták már állítani, de még mindig van rá igény, hogy körülbelül olyan évi 10-et legyártanak, bár a polgári repülési piacra nem tudott ez a típus betörni, mert az AN-124-esek azt a piacot már elfoglalták. Hát még a 225-ös. Igen, abban csak egy van, és mégis elvisz annyit, mint három ilyen. A kezdeti nehézségek ellenére sikerült egy iszonyatosan masszív és trapabíró gépet építeni. Például a C-17-es szállt már le úgy Bagdadban, hogy túlfutott a futópályán, belement a dzsindzsába, kitörött a futómű, összetörött az óra, mégis sikerült úgy összekalapálni, hogy ez a gép a mai napig repül. Aztán olyan is volt, hogy pilóta hiba miatt elfelejtették kiengedni az első futóművet, és a hasára szállt le a repülőgép, na azt is sikerült úgy megpatkolni, hogy minden további nélkül részt tud venni a szolgálatban a mai napig.
Az ilyen gépeknél szeretnek mindent túlbiztosítani, így van ez a hajtóművekkel is. Irakban például egy ilyen C-17-esnek előtték az egyik hajtóművét, és úgyis simán leszállt. A hajtóművek egyébként 18 tonna tolóerejűek, és a Boeing 757-esből származnak. De furcsa állat, nézd, illetve kettő. Ugazd meg! Úgynevezett szitakötő. A gép 53 méter hosszú. A szárnyfesztáv 52 méter. Akkor négyzet alakú, nem? De! Akkor ezek szerint oldalra is repülhetne? Ilyen gépek hajtották végre az utóbbi idők legnagyobb légideszantos akcióját, amikor 15 darab C-17-essel vittek katonákat meg felszerelést Irakba. Az akció során 1000 desszantost, Abramseket, Bradleyket és egyéb amerikai harcjárműveket juttattak az ellenséges vonalak mögé. Geronimo! A gépen egyébként nem véletlenül van magyar felséggel, ugyanis két másik társával együtt itt állomásoznak Pápán, egy nemzetközi együttműködés keretében. Ebben a programban 12 ország vesz részt, és bárki használja ki a gépeket, már aki megvette az ehhez szükséges repülési időt. Magyarország egyébként a kapacitás körülbelül 2%-át használja. És aztán lehet vele repkedni innen mindenhová, van, hogy az amerikaiak is kibérlik és elmennek vele mondjuk Afganisztánba. A raktér 27 méter hosszú, majdnem 4 méter magas és 5,5 méter széles. A gép 5200 kilométert tud megtenni egyetlen feltöltéssel, viszont légi utántöltése ez a végtelenségig fokozható, és körülbelül 77 tonnát tud szállítani, ami elég egy Abrams tankhoz, vagy 77-szer az én autómhoz. A rakományt ezekhez a szemekhez kell rögzíteni, és ezeken a görgőkön húzzák föl, amiket óriásit lehet esni, ha az ember nem figyel. Egyébként tankokon és katonákon kívül egy csomó mindent szoktak ittben még szállítani, például humanitárius csomagokat, sőt az amerikai elnöki limuzint is ide szokták felhúzni. El is mondták a katonák, hogy az én autóm az első polgári jármű, amit látnak itt bent az amerikai limuzinon kívül. Bár az elnöki limuzin az nem is polgári jármű. Ja, határeset. Ja, ez az első. Ez az első. Ez a legnagyobb pilótafülke, amit életemben láttam, vagy nem tudom, olyan nagyon széles talán? A 747-es sokkal szűkebb, igen, ez valószínűleg nagyon hamar elkezd szélesedni, és ezért ilyen hatalmas a térérzet. Egyébként érdekessége ennek a gépnek, hogy bár a Boeing gyártja, habár a McDonnell Douglas kezdte el fejleszteni, nem ez a szokásos ilyen kormánymű van a pilóta előtt, hanem botkormány, amiket leginkább az Airbusokból szoktunk ismerni. Vagy a vadászgépekből. Viszont azt hiszem ilyesmi nincs az utas szállítógépeken, nem? Nem, ilyet még nem láttam. Ez volt letakarva, ez a head-up display, szóval ez az, ami egy csomó információt kivetít a pilóta elé repülés közben, tehát nem kell máshova néznie, csak előre. Egyébként itt is van sebességkorlátozás, nem úgy, mint nekünk az autópályán a 130 km per óra, de itt látható, hogy a fékszárnyakat hogyan kell beállítani Mach 825 meg 620 mellett. Egyébként a gép maximális sebessége 850 km per óra. 30. Igen, de a srác 50-et mondott. Akkor 50. De mindegy. És hány tonna az közben? 265 tonna. Milyen információt adjak még? Ezt a két kokó. Kettőt kellett volna elmondani. És ami még tök jó, hogy olyan ügyesen van kialakítva a gép, hogy képes akár egy 1 kilométeres futópályán is megállni, sőt állítólag, hogyha nagyon-nagyon összeszedik magukat a pilóták, akkor 300 méteren megáll egy ekkora test. Eddig olyan utasszállítós, nem? De nézd már meg, hogy van ablakfűtés fölötted. Vagy valami labirintusnak a bejárata ott az ablakon. Meg egy csúnya kőfelverjegyés. Vagy madár felverődés. Tudod, mi szokatlan még az utasszállítógéphez képest, hogy minden tele van ablakokkal? Tehát, nagyon jó kilátni. Van. Igen, igen, ezt nem értem. Van. Hát jó, hát nem értem, azért nem árt lefelé látni, hogy amikor sztánban repülsz. De a többi gép, ez a többi repülőre is igaz. Hogy nem, de tök mindegy, kilátni, hogy mi történik alattad egy utasszállítón, hát nem fognak lelőni. Itt viszont látod a parasztot, érted? És ki tudod hát, lőni bombával. Ja, értem. Aha. Azért ez a középkonzol se teljesen ugyanolyan, mint egy utasszállítón. Ez a sok gomb itt ugyanis mind arra való, hogy az infracsapdákat elindítsák. Mi az az infracsapda? Hát, hogyha lőnek rád ilyen hőkövető rakétával, akkor ez így a gép oldaláról meg az aljáról kiszór ilyen forró izéket, amik eltérítik a rakétát. És akkor abban megy bele a rakéta. Igen. Ezekkel a gépekkel néha olyan hosszú utakra mennek, hogy még a pilótákat is váltani kell, és a gép nem vezet, az ezeken az árnyakban alszik. Viszont milyen jó, hogy a pilóta szemmel tudja tartani az egész rakományt. Nehogy valaki elkezdje lopni az árukhoz. Ne rendetlenkedjenek, igen. Ugye, itt nem lesz lázadás a Bounty.